Jelenleg az 1906-ban épült vasúti hídon zajlik a két városrész között a közlekedés, amely már nem felel meg a mai forgalmi elvárásoknak. A rossz műszaki állapotban lévő hidat a későbbiekben lebontják, és a jövő év elején induló beruházás során építenek egy teljesen újat, amelyen a 2x1-es forgalmi sáv mellett helyet kap egy buszsáv is, valamint kerékpárutat és gyalogos járdát is kialakítanak. A 3-as és a 21-es számú főút csomópontját körforgalommá alakítják át, amely egyenletesebb forgalomáramlást eredményez. Az új híd, illetve a csomópont átépítésével 62 városrésze között korszerű közúti és gyalogos kerékpáros kapcsolat jön létre, mely képes a forgalom hosszú távú biztonságos elvezetésére. Szabó Zsolt 60 polgármestere elmondta, a város legnagyobb értékű Európai Uniós pályázata ez, aminek keretében a 60-iak érdekét tartják szem előtt, így megoldják a gyermekek biztonságos átjárását is az iskolába. Parkolót építünk az autóbuszpályázva részére, ez a híd alatt kerül elhelyezésre. 131 méter hosszú lesz a híd. És egy gyönyörű tér jön létre, hiszen rengeteg növény, virág, kis tó, tehát egy látványos szép elem lesz, maga a híd is egy elég mutató lesz. Olyan gyalogos járdát építünk és kerékpárutat, ami egymaga 5 méter széles, tehát mindkét irányú forgalom biztonságra tud zajlani. Autóbusz gyorsítósávot, hogy az autóbuszok gyorsabban tudjanak lefordulni a Boldogi út felé, és hát egyszerűen egy széles modern hidat építünk, ami kiszolgálja hosszú távon a várost. Az a célunk, hogy 60-ból az átmenő forgalmat, azt előbb-utóbb egy déli elkerülővel azt kivezessük. Lopper Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs vezetője hozzáfűzte. A kivitelezés várhatóan 2014 márciusában megkezdődik, és 2015 nyarán ér véget. A projekt költsége nettó 6,5 milliárd forint, amely Európai Uniós forrásból az új Széchenyi terv keretében valósul meg. Kialakításával kapcsolatban, illetve a forgalomterelésekkel, forgalomkorlátozásokkal kapcsolatban 60 önkormányzati hivatallal folyamatos egyeztetésben fogunk állni. Itt gyakorlatilag egy kicsit arrébb fog épülni a híd, tehát arrébb fog tolódni, 20,5 méter széles lesz, és a kialakítása úgy fog megtörténni, hogy részben ugye elbontjuk a régi hidat, és részben építjük már mellé. A másikat ugye itt O60 és U60 nem lehet teljesen elzárni egymástól. A híd felújításáról tartott sajtótájékoztatón Horváth Richárd alpolgármester részletezte a beruházást. A Mészáros Lázár utcánál kialakítása kerül egy gyalogos kerékpáros aluljáró. Itt azt fogjuk elérni, hogy ez a forgalom az nem fogja a 3-as utat szintben keresztezni. Itt látható, hogy a beruházás kapcsolódik már az újnapani kerékpárúthoz. Itt látható ez a 21-es út, ez pedig a 3-as út. Itt látható az a körforgalom, amely ki lesz alakítva. A körforgalom a szintből meg lesz emelve, és ide fog csatlakozni a 21-es út, illetve a 3-as út, illetve a körforgalom alatt megy át a kerékpáros gyalogos forgalom. Az alpolgármester hozzátette, a híd olyan széles lesz, hogy egy autót elakadása esetén a forgalom könnyedén ki tud majd kerülni.